A most következő felvételeket Fazekas Jánostól kaptuk, aki már nem először próbálkozik azzal, hogy drón segítségével, vagyis egy földről irányítható repülő eszközre rögzített videókamerával légi felvételeket készítsen. A most következő percekben madártávlatból láthatjuk a várost, az üdülőterületet és a Tisza-tó egy részét. Főrepülők ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelébe, írta Petőfi Sándor az Alföld című versében. A 19. század közepén az ő számára ez az egyetlen lehetőség, a képzelet szárnya volt az, hogy a magasból szétnézzen az alföldi tájon. Az eltelt évek és abban az utóbbi egy-két évtized a technika olyan ugrásszerű változását hozta, hogy ma már bárki, akár egy közepes minőségű mobiltelefonnal képes arra, hogy a körülötte lévő világot fotókon vagy mozgóképpel megörökítse. A drónra szerelt videókamerával készült felvételek azért még különlegességnek számítanak, ezért is örül a Phoenix televízió annak, ha ilyen filmet kap. A kamerát hordozó drón Fazekas János irányításával 160 méter magasban az üdülőterület is portája felett állt meg. Ebből a beállításból az üdülőterület, a szabad strand, a Tisza-tó és a város egy része volt látható jó minőségben. A városnak ezt a nyugati részét a 33-as főközlekedési út határozza meg. Jól kivehető a 20-öles úti lakótelep és a település úthálózatának egy része. Azt is láthatjuk, hogy az üdülőterületen, sőt a városban is jelentős a zöld felületek aránya. Örülhetünk annak, hogy nem egy betonrengetegben élünk. Szép látvány tárul a szemünk elé. Onnan föntről rendezett, szép vidéket, házakat, vízfelületet, szántóföldeket, az otthonunkat láthatjuk. Nézelődjenek tehát a város felett Fazekas János segítségével.